A brit királyi család módja közel ezer éves múltra nyúlik vissza, hagyományokkal, tradíciókkal, történelmi érdekességekkel és botrányokkal, azonban a történelemkönyvekben olvasható furcsaságok nem mindig maradnak meg a múltban. A királyi család tagjaira vonatkozóan napjainkban is érvényben van jó néhány olyan szabály, mely külső szemlélőként elképesztően furcsának, már már feleslegesnek tűnhet, sőt az egyszerű ember elgondolkodhat, hogy mennyi kötöttséggel kell szembenézni ezeknek az embereknek, csak a protokoll követése miatt. Ebben a videóban ezeket a furcsaságokat igyekszem bemutatni, és noha minden videómhoz próbálok alaposan utána járni az információknak, itt azért lehetetlen százszerzalékosan biztosnak lenni abban, hogy valódi szabályról vagy városi legendáról van szó. Nem utolsó sorban második Kerzsébet királynő halála után fia, harmadik Károly sok területen eszközölt változtatásokat, Ugye róla lehet tudni, hogy igyekszik modern, haladó szellemiségű udalkodó lenni. Így kiegészítésként mindenképp hozzátenném, hogy az általam talált információk a királynő regnálása alatti időre vonatkoznak, feltéve, ha tényleg igazak voltak. Az emberek többsége hadilában áll a mérleggel, főleg az év vége felé az ünnepek után, azonban a királyi családtagjainak állítólag nincs kifogás, mérlegre kell pattanniuk a karácsonyi vacsora előtt és után is. Ez a furcsa tradíció pedig az 1900-as évek elejéről származik, pontosabban 7. kedvelt királytól, aki úgy gondolta, hogy ha a vendégei igazán élvezték az ételeket, akkor az a súlyukon is meg fog látszódni. 3-5 font, kb. 1,3-2,2 kg súlygyarapodás volt az idézőjelesen elvárt, akkor tudta az uralkodó, hogy valóban ízletes volt a karácsonyi vacsora, melyet a jelenlévők élveztek is. Szóval az ő idejében nem játszott az, hogy az emberek csak csipegettek, mert vendégségben nem merték degesztelni magukat az ünnepi lakomából, ellenben az otthoni habzsidőzsivel. És ha már az étkezéstől van szó, ha az uralkodó befejezte az evést, és letette a kést és villát, az azt jelentette, hogy befejezetnek tekintik az étkezést mindenki számára. Hasonló összejöveteleken további protokollszabály, hogy mindenkinek a megfelelő kezében kell tartani az adott ételnek szánt evőeszközöket, valamint a vendégek csak a közvetlenül a mellettük helyett foglaló személyekkel csöveghetnek, továbbá a hölgyek, akik szájfényt vagy dóst viselnek, mindig a pohár ugyanazon pontjáról kell inniuk, hogy ne kenjék össze azt teljesen. Az uralkodó nem csak az étkezés befejezését jelzi, hanem a nap végét is, amíg a királynő vagy jelenleg a király ébren van, senki sem vonulhat vissza éjszakára. Napjainkban talán kevésbé népszerűek a társas játékok, mint korábban, azonban nincs kifogás, ugyanis a királyi háztartásban tiltó listás a Ez 2008-ban derült ki, amikor András herceg a Leeds Buildings Society-nél tett látogatása alkalmával ajándékba kapott egyet, ám udvariasan visszautasította a játékot, mondván nem engedélyezett az otthonukban ez a játék. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért, annyit felelt, hogy azért, mert vitákat szülhet, a királyi család tagjaiban túl a nagy a versenyszellem, ami könnyen elfajulhat. A videó hossza alapján ti is láthatjátok, hogy rengeteg olyan protokoll és etiket szabályt találtam, ami nem csak magyar, hanem átlag brit is furcsának és korlátozónak nőhet, Azonban most szeretnék néhány szót ejteni a videó támogatójáról, mégpedig a Cambly-ről. A királyi családdal kapcsolatos és a csatornán megjelenő tartalmaim 99%-át angol forrásokból fordítom, és noha első osztályos korom óta tanulom a nyelvet, úgy gondolom, hogy mindig lehet tovább fejlődni. A Cambly egy olyan online nyelvtanuló oldal, ahol egyéni és csoportos órákat is lehet foglalni anyanyelvi angol tanárokkal, sőt, azt is ki lehet választani, hogy milyen nemzetiségű, ezzel együtt pedig milyen dialektust beszélő legyen a tanárod, valamint lehet szűrni a kurzusok típusaira is, úgy mint üzleti angol, utazásra való felkészítés, vagy akár filmek és sorozatok. Ki tudod választani a szinted, tehát kezdő, haladó vagy tapasztalt, de akár a tanár személyiségére is szűrhetsz. Az oldalon található oktatók jó része rendelkezik pedagógiai háttérrel, ám vannak olyan tanárok is, akik más területen tevékenykednek, például az üzleti életben, egészségügyi alkalmazottak, vagy akár jogászok. A Cambridge lehetőséget ad arra, hogy ha szeretnéd, félreted a magyar közoktatásban berögzült, csak akkor szólalok meg, ha a nyelvtanom tökéletesen rendben van feszélyezettséget is, és brit, amerikai, ausztrál vagy más nemzetiségű emberekkel kezd beszélgetni. Számomra pedig azért nem lehetőség, mert olyan kulturális témákat is érinthetek, amik magyarként elengedhetetlenek ahhoz, hogy akár a királyi családot, akár a brit történelmet jobban megértsem. Ha érdekesnek találod a cambly a leírásban megtalálod a linket, valamint a Teklakóddal kóddal 50% kedvezményt kapsz az éves előfizetésből a regisztráció mellé járó ingyenes, 15 szabadon felhasználható perc mellé. A következő furcsa szabály, melynek a brit királyi családnak eleget kell tennie, hogy tartozkodniuk kell a parlamenti választásokon való szavazástól. Ennek oka az alkotmányos monarchia kilétében keresendő, ugyanis a mindenkori brit uralkodó politikailag semleges, az uralkodót a kötelességei ellátásában a közeli rokonai segítik, tehát ezeknek a rokonoknak is politikailag semlegesnek kell maradniuk. Noha a szavazás nem kifejezetten illegális, a brit parlament honlapja szerint erősen alkotmányellenesnek minősülne, ha az uralkodó bármelyik politikai párt a szavazatot adna le. Ebből pedig egyenesen következik, hogy az udalkodó nem csak a parlamenti választások alkalmával, hanem a mindennapok során is megőrzi a semlegességét a politikai kérdésekben. 2016-ban a Brexit szavazás idején a The Sun nevű bolvárlap lehozott egy sztorit, miszerint II. Erzsébet királynő EU ellenes nézeteket fejtett ki egy vacsoraparti alkalmával. Az általánosan érvényben lévő ne panaszkodj, ne kommentelj szabályit semmissé vált, ugyanis a palota nem csak vehemensen tagadta ennek az állításnak az igazságtartalmát, hanem utasította a lapot, hogy hozzanak le egy helyreigazítást is a cikkkel kapcsolatban. Ha követitek a királyi családot, akkor nem csak azt tűnhet fel, hogy élénkszínű ruhákban jelennek meg eseményeken, a módban pedig második Erzsébet királynő volt az, aki az által a viselt színek kapcsán minden tövegből kitűnt, hanem az is észrevehető, hogy egy színt szinte soha nem viselnek. Ez a szín pedig nem más, mint a fekete, ugyanis a hivatalos hozzáállás szerint a fekete a színe, tehát csak a gyász időszak alatt illendő ilyen színű ruhába bújni. A néha idején a hercegnél azonban az első hivatalos királyi megjelenésén pont egy fekete taftruhát viselt, erre az alkalomra az Enzo Mortonnal készült könyv kapcsán rögzített felvételeken is beszél, melyben megosztja, hogy jól emlékszik arra az alkalomra, mert nagyon izgatott volt. David és Elizabeth Emanuel szerezte a ruhát, akik egyébként később az esküvői ruháját is tervezték, és azt gondolta, hogy rendben van a darab, mert a hasonlókorú lányok mind ilyesmit viselnek. Arra azonban nem gondolt, hogy akkor már királyi hölgyként, angolul royal azonosítják, és amikor besétált a vőlegény a dolgozó szobájába, akkor kell, hogy csak annyit kérdezett, hogy ugye nem abban akarsz jönni. Miért az volt a válasz, hogy mert fekete, és csak a gyászoló emberek viselnek feketét. A hercegné válasz a david és velős volt, csak annyit felelt, hogy igen, de még nem vagyok a családod tagja. A felvételen Diana azt is felidézte, hogy a fekete számára a legokosabb választásnak tűnt 19 évesen, mert igazán felnőttes ruha volt. Nem utolsó sorban, ha azt mondom, hogy bosszú ruha, angolul revenge dress, az is fekete volt, melyet a hercegné a különköltözése után viselt, és nem csak a ruha, hanem a harisnya színe is kicsapta a biztosítékot, ugyanis az is fekete volt, mely szintén tiltólistás a királyi családban gyászidőszakon kívül. Van. Ettől függetlenül a protokoll szerint a királyi család minden tagja tart magánál egy fekete ruhát abban az esetben, ha külföldre utaznak, ugyanis ezzel biztosra tudnak menni, hogyha egyelőre nem látott temetésen kell részt venniük, vagy ha odahaza valaki meghal a családból, akkor is biztosított a megfelelő viseletük. Ez a szabály minden valószínűség szerint második Erzsébet királynő személyes tapasztalataiból merítkezik, ugyanis éppen Afrikában tartózkodott, amikor édesapja, hatodik György elhunyt, ezzel pedig automatikusan és azonnal királynővé vált, Azonban fekete ruha híján a hazafelé tartó repülő úton kellett üzenniük, hogy a reptére vigyenek ki neki egy megfelelő gyászruhát, ami egyébként taxival érkezett. A királynő tudta, hogy fotósok hada fogja a reptéren várni, ezért is volt extra fontos, hogy tökéletesen kövesse a protokolt, hiába nem készült fel rá előzetesen. Maradva a zöldözködésnél, formális, hivatalos eseményeken a nőknek kötelező a nude hadisnyanadrág viselése, legalábbis a pletyka szerint. Egy királyi divatújság szerint nincs hivatalos szabály erre, azonban a hivatalosabb, konzervatívabbnak minősülő eseményekre erősen javallott emelőhadadab viselése időjárástól függetlenül. A királyi család kapcsán egy másik igen beszédes ruhadab a kalap, mely kapcsán mintha túlzásokba is esnének, legalábbis szerintem. A kalap viselése a nők körében nem csak királyi, hanem Arisztokrata múlta is visszatekint, ugyanis körülbelül az 1950-es évek közepéig az előkelő származású angol hölgyek csak nagyon ritkán mutatkoztak kalap nélkül, mert egészen egyszerűen nem volt szokás, hogy a hajukat mutogassák. Napjainkban a kalapok szintén inkább a hivatalos alkalmakkor kerülnek elő, sok esetben inkább ízlésesnek és csinosnak mondanám, a már említett csúnya mellé pedig remek példa Beatrice hercegnő választása 2011-ben a és Katalinás kövőjére. És ha már a fejrevalóknál tartunk, egy másik kimondatlan szabály a királyi családban, hogy a tiadákat csak beltéri hivatalos rendezvényeken lehet viselni, és csak is az esti órákban, melyek hivatalosan este 6 óra után kezdődnek. Egy protokoll szakértő szerint a régi szabály az volt, hogy kalapot nem viseltek beltéren este 6 óra után, mert ez az az időpont, mely után a hölgyek átöltöztek az esti viseletükbe, valamint a tiadák és a családi ékszerek is ezután kerültek elő. Ez alól egyetlen kivétel volt és van, mégpedig a mennyasszonyok, akik az esküvőjük napján napszaktól függetlenül viselhetnek tiadát, gyakorlatilag pedig számos a királyi családba beházasodó hölgy fejére a mennyegzőjük napján került életükben először a tiara. A tiadákkal kapcsolatosan egyébként mindig rengeteg találgatás van hogy vajon egy-egy fontosabb eseményen láthatjuk-e ezeket az égszereket, napjainkban pedig azt mondanám, hogy inkább az odalkodó döntése a mérvadó, mintsem az este hat lesz szabály. Rengeteg találgatás volt, hogy például harmadik kárdai koronázásán vajon a királyi család hölgytagjai viselnek a tiadát, azonban a legtöbb erre vonatkozó cikk alapján maga Károly kérte, hogy tartózkodjanak ettől, Katalin hercegné a lányával, Sárlotta viszont nagyon ötletesen oldotta meg ennek a kérdését. A királyi családtagjainak megjelenésére vonatkozóan rengeteg szabály van, melynek meg kell felelniük. A nők esetében az egyik ilyen, hogy tartózkodniuk kell a kihívó manikültől és minktől is. Második Erzsébet királynő a hírek szerint kerekperec kikötötte, hogy szintelen núd vagy világos rózsaszínkörömlak engedélyezett, ám ahogy haladunk előre az időben, a maniküre vonatkozó szabály egyre inkább lazulni látszik. Azonban a smink kapcsán tartja magát a természetességhez való ragaszkodás, a szemsminkekkel sokan és sokféleképpen játszanak a hölgyek, de a királyi család egyetlen tagját sem emlékszem, hogy láttam már hasonló vagy szájfényekkel, melyeket a videóban szoktam viselni. Amiket teszem hozzá, a hétköznapokban én sem viselek, csak a felvételek kapcsán szeretek játszani az erőteljes, olykor drámainak mondható színekkel. A királyi hölgyek viszont időről időre feszegetik a manikűrös szabályt, melynek úttörője kimás, más, a Diana Hercegné volt, aki a már említett Rivens Dress mellé pirost a körmét 1994. júniusában. Meghan Markle 2018-ban okozott izgalmat azzal, hogy a British Fashion awards fekete körmökkel jelent meg, míg sógodnője szelidebben lázad, Katalin 2012-ben boldog alakozott lábkörmökkel jelent meg egy vacsora És ha jól emlékszem, idén tavasszal egyszer lehetett látni a Velszi hercegnét piros körmökkel, ami szintén meglepetést okozott, ám inkább pozitívat, mint meghökkentőt. A királyi család gyermekei kapcsán pedig azok az izgalmat időről időre, hogy még a legnagyobb téli hidegben is rövid lehet látni a fiúkat. Ilyenkor nem a szülők és a dadák tévesztik össze az évszakokat, hanem bizony erre is van egy íratlan protokollszabály, szabály, pedig a fiúk 8 éves korukig csak rövid nadrágot Ez a hagyomány egyébként a 16. századból eredeztethető, és korábban nem csak a királyi családban, hanem az arisztokratáknál is tartotta magát a tradíció. Tovább haladva az öltözködésre vonatkozó szabályokról, Tény, hogy rengetegen egyenesen rajonganak a királyi család tagjaiért. Nem tudom, hogy manapság mennyire van még így, 15-20 éve nem csak a közös fotó, hanem egy aláírás is sokat jelentett a rajongóknak, egy-egy kedvelt ismert embertől. Nos, a királyi családtól sem akkoriban, sem most nem lehet aláírást, autogramot szerezni, ugyanis tiltja a protokoll. Ezt a szabályt azért léptették életbe, mert nagy volt a veszélye annak, hogy a királyi család tagjainak szignóit lemásolják vagy hamisítják. Ezt a szabályt káda és Heidi is megszekték, mindketten 2010-ben, előbbi egy sebesült lánynak írta le a nevét hozzátéve, hogy jobbulást, Még a jelenlegi király a átadások áldozatait látogatta meg, és egy pár autogramot kért tőle. Az akkori trónörökös a testődétől kérte egy darab papírt, amire annyit írt, hogy Charles 2010. Egyéb alkalmakkor a királyi családtagjai kreatív módon oldják meg a kérdést, például az idei Chelsea Flower Show-n Katalin hercegnétől kértek autogramot iskoláskorú lányok, mire a hercegné azt felelte, hogy nem írhatja le a nevét, de rajzolhat, majd virágokat, fákat és növényeket rajzolt a gyerekeknek. Egy másik gyereknek azt mondta, hogy a neve Katalin, és nem írhatja le a nevét, ez az egyik a sok szabály közül. 2018-ban Megan Markle egy 10 éves kislánynak a nevét írta le, igaz rosszul, mellékelve egy szívecskét és egy mosolyós fejet, ám a kislány később azt mondta, hogy ő így is nagyon boldog. A furcsa szabályok közül talán kevésbé meglepő, hogy két örökös nem utazhat ugyanazzal a repülővel. 2022. szeptember előtt Káda és most nem repülhetett ugyanazzal a géppel a királyi protokollszabályai szabályai szerint, ugyanis ha bármilyen tragédia történne, akkor a korona mindkét örököse oda veszne. Ugyanez igaz jelenleg Vilmosra és a fiára, György Hercegre is, főleg ha az utóbbi betölti a 12. életévét, utána már különleges engedéllyel sem utazhatnak együtt a levegőben, mely eddig második Erzsébet engedélye alapján történhetett meg. Ha láttatok már olyan eseményt, melyen a királyi családtagjai az összegyűlt tömeggel beszélgetnek, ráznak kezet, akkor feltűnhetett, hogy a virágcsoktok mellett rengeteg egyéb ajándékot is kapnak, nem is beszélve a postai úton érkezőkről. Noha vannak személyek, akiktől nem fogadhatnak el ajándékot, valamint bizonyos érték fölött is vissza kell azokat utasítani, minden más esetben jegyzéket vezetnek eme ajándékokról, mégpedig a királyi háztartás ajándékozási szabályai értelmében, hogy a hivatalos ajándékok bármikor visszavezethetőek és visszakereshetőek legyenek. Első blikre túl a melósnak is tűnhet ez a listavezetés, ám mókás beszélgetések alapja is lehet, Továbbá a királyi család idődől időre megosztja a furcsa ajándékok listáját, melyeket kapnak. Ide többek között egy hatástalanított automata puska Harry hercegnek címezve, 12 doboz mangó andes hercegnek, egy PHD dolgozat Károlynak és Kamillának, a trónok harcából ismert Vastron miniatűr változat a második Erzsébetnek, valamint egy Arctic Monkeys CD és Hillary Clinton Hard Choices, Magyarul körülbelül a Nehéz Döntések című könyve szintén András Hercegnek. Második Erzsébet királynő legbizadabb ajándékai minden bizonyal az élő exotikus állatok, például élő jaguárok és lajhárok Brazíliából, két hót Kanadából, egy Jumbo nevű elefánt Kamerunból, de hétköznapi állatokat is kapott, például lovakat, madarakat, azonban a különleges igényű jószágokat a Lononi állatkert vette gondozásába. Szóval talán nem is rossz dolog ez az ajándéklista vezetés, lehet egy külön videó kedvéért jobban is beleásom majd magam, hogy mik voltak eddig a legbizadabb, legviccesebb vagy legadanyosabb ajándékok, melyeket a királyi család valamelyik tagja kapott. Apropó készfogás, a királyi családtagjai felé nem illik kezet nyújtani, ha olyan helyzetbe kerülsz, meg kell várni, míg ők nyújtják a kezüket a protokoll értelmében. Mindemellett két-három rázás az elfogadott, melyet nyitott tenyérrel és lefelé néző hüvelykujjakkal kell végrehajtani. És ahogyan a készfogásnál is meg kell várni a királyi családtagjai felől érkező kezdeményezést, úgy talán nem meglepő, bár talán egyébként sem kellene annak lennie, hogy engedély nélkül nem szabad hozzájuk érni. Természetesen voltak alkalmak, amikor hírességek hibát vétettek akár a protokollszabályok szabályok ismeretének hiánya miatt, akár jó szendékból. Ilyen volt 2009-ben Michelle Obama, aki második Erzsébet királynő hátának felső részét érintette meg, vagy 2017-ben egy síren, aki az akkori Károly Herceg készfogására ráfogott annak karján a másik kezével. És ha már készfogás, akkor többek között ezért is lehetett látni a néhai királynőt számos alkalommal kesztyűben, ugyanis egy-egy alkalommal a 100 száz emberdel is kezet kell fognia, ami valljuk be, egyáltalán nem higiénikus. Anna Hercegnő a tömegekkel való készfogástól csak annyit mondott, hogy mivel nem tudná mindenkinek megrázni a kezét, így bele sem kezd, ezzel kapcsolatban pedig nem lennék meglepve, hogy mivel neki szigorúan véve nem kötelező ez a tevékenység, így inkább a tisztossági megfontolás állhat a háttérben, akár részben is. A rengeteg kötöttség mellett van pár területe az életnek, ahol kicsit nagyobb szabadságot kap a királyi család, mint az átlagember. Például a brit jogosítvány nélkül is vezethet, az Egyesült Királyságban egyedül a király vagy a királynő birtokolja ezt a jogot. Második Erzsébet királynőnek nem is volt szüksége vizsgára, ugyanis a második világháború alatt akkor még Erzsébet hercegnőként a 18. születésnapja után édesapja, 6. György király jóváhagyásával másodbeosztottként csatlakozott a brit kiegészítő területi szolgálathoz, mely a brit hadseregnői női alakulata volt. Egy egy hónapos tanfolyam során megtanult három tonnás teherautót vezetni, kereket és gyertyát cserélt, megismerte a gyújtásrendszer működését, féket légtelenített és motorokat szerelt szét. De nem csak vezetői engedélyre nincs szüksége az uralkodónak, hanem útlevélre sem, ugyanis a brit útlevelek a király, vagy korábban a királynő jóváhagyásával kerültek kiállításra, a saját maga részére kiállított ilyenok, mely pedig feletté furcsálhatna. A királyi család házaspárjai kapcsán sokszor futok bele olyan feltételezésekbe, kivált kép és Katalin kapcsán, miszerint rideg és távolságtartó a kapcsolatuk. Alapvetően nem gondolom, hogy így lenne, mert azért vannak kaptó jelek, amik arra utalnak, hogy egyébként minden rendben. Noha a királyi család házaspárjait mégsem lehet sosem intim pillanatokban látni. Bizony, ez is egy protokoll szabály, ha bár inkább íratlan, mint kőbevésett, hogy csak semmi nyilvános romantikázás, az bizony otthon kell hagyni. Kivéve természetesen az esküvők alkalmával, olyankor engedélyezett, de akkor is csak visszafogottan. Ezt a szabályt inkább precedensként kezelik, melyet második Erzsébet királynő és Fülöp Herceg állított fel az évtizedek során, hogy a nyilvános érintkezést a minimumra kell csökkenteni, a példájukat pedig erősen javallott követni. Ezek után pedig talán nem meglepő, hogy a királyi családban adai szabályok vonatkoznak, hogy ki, mikor és ki után léphet be egy helyiségbe. Természetesen az uralkodó az első, majd általában a trónutódlási sorrend a mérvadó, csak úgy, mint az üléstendek esetében, napjainkban pedig az is fontos szempont, hogy az élető dolgozó királyi családtagnak minősül 2019-ben nagy zavart keltett egy esemény, ahol a királyi család tagjai csak úgy össze jelentek meg, a későbbi magyarázat pedig az volt, hogy a hivatalos sorrendet sokkal inkább állami és diplomáciai eseményeken tartják, a hétköznapi megjelenések kevésbé formálisak a helyiségbe való belépés sorrendje kapcsán is. Ezen a ponton pedig szerintem már kevésbé meglepő, hogy vannak szavak, melyek használata gyakorlatilag tilos nem csak a királyi családban, hanem a felsőbb körökben is. Kate Fox szociálantropológus 2004-ben megjelent könyvében a Watching the English, the Hidden Rules of English Behavior. Nekem meg egyre csak gyerepszik a tervezett olvasmánylistám. az, hogy bizonyos szavak miért kerülendők, és mit illik azok helyet használni. A francia szerviet szó nem fogja emelni a beszélő szociális státuszát, épp ellenkezőleg. Ha a teljesen hétköznapi napként, azaz szavét a szót használod egy ilyen helyzetben, akkor teljesen jó vagy. Étkezések során, ha a desszertről van szó, akkor a sweet, afters és a dessert szavak is elfogadhatatlanok, ugyanis a puding szó fejezi ki ezt a fogást, függetlenül attól, ha épp nem pudingot szolgálnak fel. Az igazán pos, avagy előkelő emberek ezt lerövidítve pudként használják, és ha már a posnál tartunk, a felső körökben, ha csak nem ironizálnak, akkor ezt a szót sem használják, helyette a smart szóval referálnak magukra. Elnézést pedig nem a pardonnal kérnek, ami számukra egy idegesítő szócska, helyette a sorry, a sorry what, vagy akár a what sorry a megfelelő kifejezésmód. Abban az esetben, ha hív a természet, akkor minden körülmények között kerülendő a toilet szó, helyette a loo vagy a lavatory használatos, valamint ennek a cselekménynek a bejelentése sem ajánlott. Ha étkezés közben kell valakinek szaladnia, amikor még az uralkodó is eszik, akkor egy egyszerű excuse me-vel kell elhagyni az asztaltársaságot, ha pedig az adott személy sem fejezte még be az étkezést, akkor az evőeszközöket keresztben kell letenni, így a várdakozó személyzet tudja, hogy ne vigyék el a tányért. Mannyiben az étkezésbe fejezte az adott személy, úgy keresztben egymás mellett kell elhelyezni az evőeszközöket. Az elétett adag pedig nem portions, hanem helping, a magad a fúj dolog pedig nem perfume, hanem az az illat, a szülők megszólítása pedig nem mommy és dad, hanem mommy és daddy, amennyiben róluk van szó, akkor mother és father, habár bár Karen az első királyi beszédében Fülöp hercegre My Little papa -ként utalt. Valószínűleg ez a szuper smart használata a szónak. A királyi családtagjai nem társadalmi eseményre, angolul function hivatalosak, hanem partyra. Ezen a partin pedig nem frissítőket, refreshments vesznek magukhoz, hanem food and drink, tehát ételt és italt. Amikor a királyi családtagjai elhagyják a partit, és levetik magukat a kanapéra, azt a szobát még véletlenül sem nappalinak, angolul lounge-nak vagy living room nevezik, hanem drawing room vagy sitting room a helyes kifejezés. Napjainkban pedig elvileg az utóbbi a preferált kifejezés. A királyi családba születő újszülötteket kivétel nélkül a megkeresztelik, az uralkodó nem csak a család feje, hanem az anglikán egyházé is, ezért tehát a gyerekek keresztelője egy igen fontos ceremónia a családban. De nem csak a gyerekeké, hanem azon felnőtteké is, akik beszeretnének házasodni a királyi családba, Bizony át kell esniük ezen a rituálén. Második Erzsébet királynővel már, már összefonódott az évek során hordott hasonló stílusú kézitáskája, azonban ehhez is köthető protokoll szabály. A királyi családnő tagjainak a táskájukat a bal kezükben vagy kezükön kell hordani, ugyanis a jobb kezük az üdvözlésre való, tehát készfogásta és integetésre. Itt pedig adódhat a kérdés, hogy egyrészt a királyi család tagjainak mi szükségük van a kis táskára, amikor a testőrök hada veszik őket, akik természetesen bármilyen szükséges tárgyat megőriznek nekik, nem utolsó sorban ezek a táskák olyan aprók, melyekben egy mobiltelefon is nehezen férne bele. Nos, a padányi táskák célja, hogy két kézzel fogva, maguk előtt tartva kevésbé teszik kellemetlenné a szituációt, ha valakivel nem akarnak, vagy nem tudnak kezet fogni egy-egy eseményen. Az pedig, már az én gondolatmenetem, hogy egyéb esetekben pszichológiai célja is lehet, ha az ember kellemetlenül érzi magát egy helyzetben, megnyitató tud lenni, ha egy tárgyat a kezébe fog. Sőt, az a kellemetlen szituáció is elkerülhető ezekkel a padányi hogy más esetekben az váljon kellemetlenné, hogy nem tud mit kezdeni a kezével. Azonban akármilyen aprók is ezek a klácsbegek, ezeket a kézitáskákat sosem szabad a hónok alá csapni, ez egy jó példa Anna hercegnő, de ő egy ikon, és szerintem zseniálisan menő, amikor így lehet látni, valamint nem szabad a földre vagy asztalra tenni sem a táskákat. Ha mindenképpen kikedül a kézből, akkor a széken kell elhelyezni, amennyiben ülnek, lehetőleg a hátuk és a háttámla között, legalábbis a protokoll szabályok szerint. Második Erzsébet királynő maga mellett tartotta a táskáját, Ám ez leginkább azért is volt így, mert a nem teljesen titkos üzeneteit ezzel közvetítette a legendák szerint. Amennyiben a királynő táskája a bal kezén volt, akkor minden rendben volt, ha azt átette a jobb kezére, az azt jelentette, hogy szabadulna az éppen aktuális beszélgetésből. Azonban, ha a táska földre került, az azt a jelentést hordozta, hogy azonnal mentsék ki a kellemetlen társaságból. Noha a a vagy hónai alácsapása még bocsánatos bűnnek számít a podatokkal szempontjából, ha egy királyi családhoz tartozó nő keresztbe teszi a lábát, az már kevésbé számítana annak. Ez az oka, hogy egyik egyet sem lehet térni a keresztbe lábbal látni soha, helyette a bokájuknál keresztezik a lábukat, valamint Katalin Hercegné fejlesztette tökélyre az úgynevezett The Duchess Land nevű post, mely alapján a térdei és a bokái szorosan összeérnek, a lábait pedig kissé oldalra dönti, melyen nem csak arisztokratikusabbnak néz ki, hanem a lábai is hosszabbnak tűnnek. Valójában azonban nem a jelenlegi, hanem a korábbi velszi hercegni, Diana kezdte el használni ezt a lábtartást. És ha már a lábaktól esett szó, talán a királyi család kapcsán az egyik legszembetűnő protokollszabály, hogy férfiaknak főhajtással, nőknek pukedlivel kell tisztelegni a náluk magasabb rangú királyi családtagok előtt, a rangtól függetlenül ez mindenkire vonatkozik az uralkodóval kapcsolatban. A brit nevesség rangjairól tettem ki Schwarz videót, ezzel kapcsolatban még annyit tennék hozzá, hogy két azonos rangú nőnek nem kell egymás előtt pukedlizni, tehát például Katalin és Megán sosem pukedlizett egymásnak a protokoll alapján, hiszen mindketten a Duchess titulust birtokolták abban az időben, még a Sussexi hercegné is aktív királyi családtag volt. Azonban olvastam olyan híreket, miszerint Sophie a jelenlegi Edinburghi hercegné megkönnyebbült, amikor a férje megkapta ezt a titulust, mert Veszexi grófnéként gyűlölt előtt pukedlizni, aki a Duchess, azaz hercegné ranggal a grófné felett állt. A hét kapcsán mindenki eldöntheti, hogy elhiszi-e, a pokedli kapcsán viszont van igazság Még egy érdekesség, hogy elméletben akkor követeli meg a protokoll a főhajtást és a pokedlit, amikor az adott napon először találkoznak az adott személyek, többek között ezért is voltak olyan élőben közvetített események, ahol láthatóan nem tisztelték meg ilyen módon harmadik Károlyt, ami leginkább annak az indikátora lehetett, hogy nem az adott eseményen találkoztak aznap először. Olvastam olyat is, hogy nem kötelező sem a főhajtás, sem a pukedli, ezek után, ha felmerül a kérdés, hogy akkor miért lehet mégis majdnem minden alkalommal látni, az egy visszautalás a válasz. Senki fejéhez nem tartanak fegyvert, hogy már pedig neki pukedliznie, vagy fejet hajtania kell. Szimplán a hagyományok és jellemzően az uralkodó tisztelete, amilyet a 2020-as években is megteszik a királyi család, illetve az adisztokrát a körök tagjai. A tökéletes pukedli pedig nem ad sebészet, az egyik lábad a másik elé helyezed és kisébe hajlítod őket, miközben enyhén fejet hajtasz nőként, férfiaknak pedig a főhajtás a tisztelgése a megfelelője. Természetesen pukedli és pukedli között is van különbség, azt mondják, hogy minél mélyebb és hosszabb, annál nagyobb tiszteletet és formalitást fejez ki, Ebben az esetben elég csak a kedvenc királyi hercegnőmre, Annára gondolni, aki az édesanyja polsói előtt lizet nagyon mélyen. Amikor az megérkezett tavaly szeptemberben az Edinburghi Hollywood Houseba, ba természetesen lehet bénácskán is művelni, erre jó példa Liz szintén tavaly szeptemberből. Az ebben a videóban összegyűjtött furcsa etikett és protokoll szabályok listája természetesen nem teljes, Ám talán ezek a legérdekesebbek, egy része pedig egészen ismert is, ha viszonylag sokat olvasol és böngészel a királyi család témájában. Azt viszont fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szabályok jó része természetesen változhat, és változik is, nem csak kell, lépése miatt, hanem mert ha lassan is, de azért a királyi család és a monarchia is igyekszik adaptálódni a modern kódhoz. Amikor ez a videó készült, épp Fülöp Herceg életrajzi könyvét olvastam, amiben nagyon sok érdekesség van, de ami kifejezetten idevág, hogy II. Erzsébet királynő 1952-es tanodalépésekor még mindig a viktoriánus szabályok uralták a Buckingham palotát, rengeteg olyan folyamat, berögződés volt, ami alig 70 évvel ezelőtt is ugyanúgy történt, mint Viktória királynő idejében, aki 1837-ben lépett trónra, és 1901-ben halt meg. Ha pedig belegondolunk, hogy közel 5 évtizeden keresztül szinte semmi nem változott, akkor a jelenlegi monarchia egészen szépen halad ezen a téren. Végül, de nem utolsó sorban, ilyenkor el szoktam gondolkodni, hogy a csillogás és a fényűzés mellett azért nekünk, átlagembereknek mennyivel szabadabb életünk van, mint nekik, akik adanykalitkában élnek, és ahogyan számos példa is mutatja, nem mindenki tudott és vagy akart ezekhez az élet szó szerint minden területére kiterjedő szabályokhoz adaptálódni. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, ha pedig érdekel a brit királyi család, nézd meg a csatornán található többi videómat is, és ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted, hogy nem maradj le a legfrissebb videókról. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!